Sok kertben már elkezdődtek a tavaszi munkák. Hamarosan a kiválasztott virágokat is el lehet ültetni, előtte azonban gerebjézni, metszeni kell, így márciusban rengeteg zöld hulladék keletkezik. Ezek főleg fű és fanyesedékek, virágok maradványai. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ezeket csak jövő héttől kezdte volna megszállítani, de lakossági igényeknek eleget téve ezt előrébb hozták. Így már március 7-től viszik a barna színű 120 literes edényben gyűjtött hulladékot. Esetleg kötegelt fát, nyesedéket azt szintén elhozunk mellőle, egyéb zsákot egyelőre nem hozunk el mellőle. Erre az évre, hagyd mondjam el előre, hogy tervezünk egy ugyanolyan többlet hulladék zsák bevezetést, mint amilyet már a lakosság ismert és megszokott a vegyes hulladék esetében, ahhoz hasonlót fogunk bevezetni zöld hulladékra is. Ez 1-2 hónapon belül várható. Ezt az indokolta, hogy egyre nagyobbak a gondozást igénylő kertek a megyében, és egyre intenzívebben is ápolják ezeket. Ezért, ha a 120 literes gyűjtőedény kevés lenne, a többletként keletkező zöld hulladékot a Korányi és a Kerék utcai hulladéklerakóba is el lehet vinni, ott pedig díjmentesen átveszik a szakemberek. A zöld hulladék az még viszonylag tiszta, tehát teljesen megfelelően gyűjtik ezt a lakosok, tehát abból jó minőségű komposztot tudunk készíteni a hulladékkezelő telepünkön. A komposztot pedig később értékesítik, ebből ráadásul nem csak a városi cégek, akár magánszemélyek is vásárolhatnak.